Köszöntöm a nézőket, és üdvözlöm a stúdióban Kovács Lászlót, a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Kezdőcsókolom, és köszönöm az invitálást, mindig örömmel jövök ide. És ugye hát most így aktuálisan a karácsonyhoz közeledve, hát szoktunk azért most már évek óta beszélgetni arról, hogy ilyenkor fokozódik-e a bűnesetek száma, mire kell odafigyelni nekünk, vásárlóknak, járókelőknek ilyenkor. Éppen azon gondolkodtam, hogy pont már harmadik alkalommal beszélgetünk ilyesmiről, úgyhogy nagyon, nagyon gyorsan telik az idő. Igen, nagyon sok mindenre föl kell készülni, de nem csak az akciókat érdemes figyelni, hanem azt is, hogy adott esetben ez a karácsony tényleg boldog legyen. Ahhoz, hogy ez a lehetőség szerint a legjobban sikerüljen, ez mi is megpróbálunk hozzájárulni, ezért azokon a közterületeken, ahol karácsonyi vásárok, adventi vásárok vannak, a nagyobb bevásárlóközpontok, meg a kisebb bevásárlóközpontok, meg a boltok környezetében a lehető legnagyobb közterületi létszámot próbáljuk megjeleníteni. Egyrészt azért, hogy elzavarjuk azokat, akik rossz szándékkal érkeznek, másrészt azért, mert hogyha valaki megérkezik egy bevásárlóközpontnak a parkolójába, és meglátja, hogy ott bolyong a rendőr, akkor eszébe jut, hogy hú, miért lehet itt a rendőr? Ja, lehet, hogy azért, hogy itt baj történhet velem, akkor megnézem még egyszer, hogy bezártam-e az ajtót, tehát ilyen szempontból is nagyon jó. Mindenféleképpen az a célja, hogy a lehető legkevesebb kellemetlen esemény történjen azokkal, akik most készülődnek a karácsonyra, mert hát azért van néhány veszély, amiben belefuthatnak. A legintenzívebben talán a bevásárlóközpontok környezete, tehát ahol most a nagy karácsonyi bevásárlások zajlanak. Úgyhogy ott például az áruházak biztonsági szolgálataival is együttműködünk most már évek óta. Jó előre már novemberben elkezdjük szervezni, hogy hogyan, miért, mikor, milyen időtartamban leszünk jelen. Elkülönítettünk szolgálatot, akik csak azzal foglalkoznak. Bent az áruházakban is mennek a biztonsági őr kollégákkal, figyelik azt, hogy lehetőség szerint egy bevásárlókocsiba hagyott táska, kabát, mobiltelefon, pénztárca vagy valami azért az ne váltson gazdát. Megpróbálnak arra odafigyelni, hogy áruházon belül mondjuk ilyen nagyon-nagyon hanyagtartásban holdott hölgyi, női táska van valahol, akkor fölhívni a figyelmet, hogy ezt inkább elől, kéz alatt, testi őrizetünkben, perifériás látásunkban benne legyen. Erre megpróbáljuk felhívni a figyelmet, illetve hát kinn a klasszikus, ez a csomagtartóba pakolós, első ülésről ellopós cselekményeknek a megelőzésébe is megpróbálunk amennyire csak lehet élen járni. Jó lenne, hogyha mindenki úgy tudna leülni a karácsonyi asztalhoz, hogy kemény volt a felkészülés a karácsonyra, de legalább nem vált sértetté vagy áldozattá. Bízunk benne, hogy ez így is lesz. Egyébként a zsebtolvajok mennyire vannak jelen, hát itt elsősorban ugye a nagy áruházaknál, de akár mondjuk itt Szentendre területén az adventi vásár, illetve a nagyobb forgatagokban? Hát nem vagyunk a zsebesek fellegvára, hál' Istennek. Ugye ez azért annyira nem jellemző, de gyakorlatilag egy-egy vendégművész megjelenhet bármikor a területen, úgyhogy mindenféleképpen oda kell figyelni. Illetve hát amit éppen az előző körben a kolléganőjének meséltem, hogy tehát gyakorlatilag egyetlen egy szentendrei állampolgár sincsen arra kötelezve, hogy vízumot váltson ki, hogyha egy budapesti nagyvásárba el akar menni, és vásárolni akar, vagy mondjuk a bécsi adventi vásárt szeretné magáévá tenni. Tehát akkor mindenféleképpen ott viszont már egy nagyobb tömegben másabb felhozatal van, könnyebben előfordulhat az, hogy belekeveredik a sétatársaságba egy olyan ember, akinek ilyen típusú képzettsége van. És azért azt is látni kell, hogy miközben személyes tapasztalatom az, hogy egy hölgy képes egy-egy tárgyat akár hosszú percekig is keresni a táskájában, hogy azt ő hol és milyen formában tudja majd elővenni. Na hát azok, akik ilyen zsebtolvajok, táska kiforgatók, azoknak hihetetlen érzékük van, tehát azonnal egy mozdulatból, egy nyúlásból megtalálják azt, amit ki akarnak venni a táskából. Ezért nagyon fontos, hogy az zárva legyen, amennyire csak a táska körülményei lehetővé teszik, hogy az elő legyen, hogy kéznél legyen, hogy valamilyen szinten mindig tudjuk kontrollálni. Egy ilyen gerincvég, medence magasságba hátradobott táskán nem érezzük, hogyha azt nyitogatják, csukják, tehát azzal nincs mit kezdeni. Úgyhogy ezekre oda kell figyelni. Nálunk, én úgy gondolom, a mi területünkön ez nem egy olyan rettenetesen komoly veszély, de hát azért vagyunk kint, hogy még akkora se legyen, mint amekkora. De aki elhagyja Szentendrének a területét, az belefuthat egy ilyen szituációba is. És akkor jó, hogyha egy kicsit fölkészült.
És ugye hát így az autók már szóba kerültek, de hát ugye tömbben vannak ilyenkor az áruházak előtt a parkolók általában a karácsonyi bevásárlások alkalmával. Ilyenkor esetleg az autófeltörések megszaporodhatnak-e? A gépkocsi feltörések az áruházak parkolóiban annyira nem jellemzőek. Sokkal inkább ez, amiről beszéltünk, hogy elkezdenek pakolni a csomagtartóba, és akkor ügyesen a jobb első ülés általában az áldozat, oda bekerül egy autós táska, egy női táska, vagy valami. És amikor valaki derékig benne van a csomagtartóban, próbálja rendezgetni mindent élére, sarkára, hogy ott minél több minden elférjen, vagy ne csúszkáljon, ne boruljon fel, addig ugye nem tudja kontrollálni az autó utas terében, mi történik, és ilyenkor visznek el táskát, vagy adott esetben a bevásárlókocsiban hagyott, félig meddig a hátunk mögött hagyott értékeinket tudják elvinni. Ez az, ami inkább problémás, nem annyira a gépkocsi feltörés. És mennyire szaporodhatnak meg, vagy egyáltalán megszaporodnak-e ilyenkor, ami az önök tudomására jut a magában az áruházakban a lopások, akár ilyen kisebb tárgyak, vagy bármilyen. Érdekes módon a Dunának ez az oldala valahogy az áruházak szempontjából lényegesen nyugodtabb. Ugye én korábban Dunakeszin dolgoztam, ott is ilyen nagy áruházkomplexumok vannak. Hát ott elhagytuk a sapkánkat, annyit szaladgáltunk az áruházi tolvajok után. Itt is van természetesen, de azért nem olyan intenzív a volumen, és karácsony környékén persze a nagyobb tömegben talán egyszerűbb molyolni, de azt is tudják az elkövetők egyébként, hogy pontosan ezért az áruházak biztonsági szolgálatai is fölkészülnek erre az eseményre, a rendőrség is intenzívebben jelen van ezeken a területeken. Nem biztos, hogy a megnövekedett bevásárlóforgalom segítséget ad nekik abba, hogy ezt a fajta bűnös tevékenységet folytassák. Bocsánat, gondolom sokan tudják, de ezzel nem árt átismételni, hogy mi a teendőnk akkor, hogyha ha bármiféle bűncselekmény történik velünk, vagy látunk egy valami gyanús esetet, tehát akár egy bevásárló központban. Ugye, ha főleg velünk történik valami rossz dolog, akkor azért nyilván hirtelen pánikba esik az ember, és nem tudja, hogy mit csináljon, hova forduljon. Mik azok a fontos dolgok, amire esetleg érdemes figyelni ilyenkor, hogy a rendőrségnek majd segítsük a munkáját? Igen, hogyha bármilyen szintű kontakt van az elkövetővel, akkor azt azért próbáljuk meg lehetőség szerint legjobban összeszedni az információt róla. Tehát, hogyha látjuk, hogy hogy néz ki, hogy milyen magas, hogy milyen ruházata van, nagyon sokat segíthet, nagyon sokszor még egyébként egy bűncselek, hogyha ha időben tudunk reagálni rá, és megkapjuk azokat az információkat, akkor lehet, hogy a bűncselekmény tágabb környezetében még megtaláljuk az elkövetőt, mert egy tipikus hátizsák, egy nadrág, egy cipő, vagy egy ilyen ruhakombináció alapján felismerhetjük. Ha jármű megy el a helyszínről, a rendszám töredék iszonyatosan fontos. Tehát a szép, nagy, sötét színű autó az nekünk nagyon-nagyon nagy merítés, és eléggé lekorlátozza a lehetőségeket a felderítés vonalán, de hogyha mondjuk legalább mondjuk kapunk egy számot, két számot, egy-két betűt, egy típust, azért az nagyon sokat segíthet nekünk, és bármilyen egyszerű felderítési lehetőségeket ad. Tehát ez mindenféleképpen sokat számít, hogyha áldozattá válunk, akkor először is nézzünk körül, hogy ki lehet az, akinek ehhez köze van. Lehet, hogy irreleváns az információ, amit éppen megjegyzünk, de hogyha legalább van valami, akkor van mit ellenőrizni, van minek utána menni. Ez mindenképpen nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy lehetőleg gyorsabban segítséget kérjünk, rendőri segítséget. Most, ugye, ahogy mondtam, az áruházak parkolóiba azért ott bolyonganak a kollégák, tehát őket is meg lehet találni. Az áruházak biztonsági szolgálata is azonnal segítenek és tájékoztatást adnak nekünk, tehát akkor már megint megy a helyszínre az a speciális egység, akinek mennie kell. Illetve hát most már ugye a 112-es egységes segélyhívón keresztül lehet a helyszínre rendőrt kérni. Működnek még a régi segélyhívó számok is, de a 112 keresztül el lehet érni a rendőrséget, azt a szolgált irányító szervezetet, aki adott esetben a helyszínre rendőrt fog küldeni, és az továbbiakban a kollégák rendezik az egésznek a sorsát, módját. Amennyiben bankkártyát elvisznek, azért azt nagyon érdemes átgondolni, azért vannak nagyon precíz emberek, akik csodálatos kézírással a bankkártya jobb felső sarkába alkoholos filccel följegyzik a PIN-kódjaikat, nehogy véletlenül az elkallódjon. Ez egy kiváló lehetőség minden egyes elkövetőnek, hogyha tudjuk netán, hogy ezt a fajta furcsa kis emlékeztetőt megtettük, akkor azonnal le kell tiltatni a kártyákat. Tehát semmilyen szinten nem tűrhet halasztást, mert az 20 perc múlva azt a kártyát valahol meghúzzák. És azt a napi limitet, ami rajta van, azt azonnal leveszik. Vagy a pénztárcákba bárhol el volt rejtve egy kis fecni, és rá volt írva, hogy ez a bank ilyen PIN, az a bank olyan PIN. Ezeket azonnal tiltani kell, mert különben elvesszük magunktól a lehetőséget, hogy minimalizáljuk azt a kárt, ami keletkezik.
És amennyiben mondjuk egy gépkocsi feltörés történne mégis, tehát vagy valami önesemény, vagy mondjuk az otthonunkban történik, mi még vásárolunk, lehetőség szerint próbáljuk meg nem nagyon összepakolni a dolgokat, tehát előfordulnak olyan dolgok, tehát egy tisztességes ház, ugye beszélgettünk arról, hogy a háziasszonyok meg a karácsony, tehát a bűnügyi technikust azt nem kell tiszta házba várni, és gyorsan összesepregetjük ezeket a maradványokat, meg rendet rakunk, mert itt ez a betörő, ez itt mindent összeforgatott, és hogy néz ki, jönnek itt a rendőrök, itt meg micsoda rumli van. Azt érdemes úgy hagyni, ahogy van, mert a kollégák azok kimennek, és nyomokat kutatnak, lábnyomokat, tenyérnyomokat, ujjnyomokat. Nagyon büszke vagyok egyébként a bűnügyi technikusaimra, itt egy kicsit promózom akkor őket, hogyha lehet. Ebben az évben Pest megyében toronymagasan a szentendrei bűnügyi technikusok gyűjtötték be a legtöbb alkalmas új és tenyérnyomot, ami alapján elkövetőt azonosítottunk. Tehát a helyszíni technikai munka, hát nem merem ráfogni, hogy egy ilyen CSI típusú egységgel működünk még, mert azért van néhány technikai hiányosság. Egyébként az emberek fejében már teljesen olyan tudomány van, de tényleg nagyon-nagyon ügyesen és nagyon jól dolgoznak, és hogyha megadjuk nekik a lehetőséget, hogy ők tényleg tudjanak érdemben nyomot kutatni, akkor ha ott van is nyom, akkor azt jó eséllyel ők meg fogják találni, és akkor előre tudunk lépni. Ez is nagyon fontos, és ez is nagyon tudja segíteni a mi munkánkat. És a gyors tájékoztatás. Minél hamarabb tudunk reagálni egy eseményre, annál hamarabb tudunk eredményt is produkálni benne, mert azért ezek az információk gyorsan elvesznek. Elfelejtik az emberek, nem tartják fontosnak, vagy elmennek abból a környezetből azok, akik éppen adnának nekünk információt. Úgyhogy nagyon jó, fontos az, hogy az info hamar körbe menjen. És ha már említette a lakásfeltöréseket, hát ugye ilyenkor a karácsony előtt kapkodunk nagyon sokan, nem figyelünk oda esetleg arra sem, hogy mondjuk bezárjuk az ajtót vagy a kaput, és hát előfordulhat olyan, hogy akkor bemegy a illetéktelen személy a lakásunkba. Ezeket hogy tudjuk megelőzni, illetve hát az is egy kérdés lehet, hogy aki elutazik esetleg hosszabb időre az ünnepekre, hogy hagyja ott biztonságban a lakást. Az a szomorú tapasztalat, igen, ezek a besurranások megvannak, de azért most már az emberek nagyjából zárnak, de azért még mindig vannak besurranások. De az a szomorú tapasztalatunk, hogy olyan helyekre is történnek rendszeresen betörések, ahol egyébként elmondják a tulajdonosok, hogy hát van nekünk riasztónk, csak most nem kapcsoltuk be. Tehát, hogyha van infrastruktúra, ami értékeinket védi, és azért investáltunk bele nem kevés pénzt, hogy az a lehető legnagyobb ilyen szintű támogatást adja nekünk, akkor azt használjuk, könyörgöm, mert nagyon sokat segíthet. A saját kis beltéri kamerarendszer, amit adott esetben valaki berak magának, és hogyha elmegy az ingatlanból, akkor ha bármi mozgás van bent, akkor azt rögzíti. A riasztók, mert van, akinek mondjuk vonuló szolgálattal van szerződése, és akkor kimennek a helyszínre azok a biztonsági őrök, akik ellenőrzik, hogy tényleg történt ott valami. Adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy megvédjék az ingatlanunkat, ha már egy szolgáltatási szerződés keretében fizettünk bárkinek egy telepítésért, vagy azért adott esetben, hogy ilyen felügyeleti szolgáltatást lásson el, hihetetlenül fontos. Illetve azért az is számít, és én úgy gondolom, hogy azzal is mindenféleképpen célszerű valamit kezdeni, hogy nálunk bármennyire is erőlködünk rajta, nem akar összeállni, de azért angolszász országokban nagyon jól működik, aki mondjuk nagy élvezettel követte a született feleségeket, az látta, hogy a lila akác közben működik a szomszédok egyásért mozgalom, amikor azért ránéznek egymás ingatlanjaira, hogyha tudjuk, hogy elmegyünk, és mondjuk van egy jó szomszédunk, és tudjuk, hogy ő csak két nappal később megy, mire mi hazamegyünk, akkor egy ilyen bartel keretében meg lehet abba állapodni, de azért nézzél már rá, hogy mi a helyzet nálunk, meg hogyha valaki ott tántorog, meg támoljog, akkor nézzél már ki, a legrosszabb esetben, és ez nem a legrosszabb eset egyébként az én olvasatomban, szóljál már be a rendőrségre, hogy itt valaki nézelődik. És akkor majd kijönnek a rendőrök, és akkor ők majd rendezik az egészet, te ki sem menjél az utcára, nehogy valami bajod legyen. Mert hogy az a dolga a rendőrnek, hogy kimenjen és megnézze, és inkább menjen ki tízszer fölöslegesen, mint egyszer, amikor ki kellett volna menni, akkor ne érjen oda időbe. És egyébként az internetnek milyen veszélyei lehetnek, akár a lakásbetörésekre nézve is, tehát mennyire gyakoriak azok az esetek, mert ugye hát egyre jobban használjuk az internetet, és szeretünk most már tényleg mindent megosztani a különböző közösségi oldalakon, és gyakran azt is felteszik egyesek, ha netán elutaznak több időre, vagy ha éppen elutaztak onnan a képeket, tehát hogy ez jelenthet-e veszélyt? Hogy ne jelentene veszélyt? Gyakorlatilag meg is válaszolta, nem is nagyon tudok hozzátenni semmit. Tehát akkor, amikor vannak emberek, akik rendszeresen, periódikusan reggel, délbe, este a reggelüket, az ebédjüket és a vacsorájukat fényképen megosztják egymással,
és éppen a tejfölös csirkepaprikást próbálják meg promotálni, nem tudom milyen oknál fogva, mert azért ez, tehát ez olyan szintű megnyilvánulás, nem biztos, hogy ebbe a nagyon-nagyon intim szférába bárkit érdemes lenne beengedni. Igen, ez egy valós veszély. És nem is igazán a felnőttek azok, akik elkövetik ezt, hanem érdemes a gyerekeinkkel leülni, néha egy kicsit beszélgetni. Az, aki már mondjuk üzemeltet Facebook oldalt, meg csetelget jobbra-balra, hogy ezért nem kell mindent kitenni. De most ne keressetek, mert nem leszünk egy hétig, megyünk nagymamához Ausztriába. Életveszélyes dolog, mert ráadásul lehet, hogy még mellette van néhány házi fotó is fölrakva, ahol itt vagyunk szépek, meg ott vagyunk ügyesek, meg játszunk az új Xbox-szal, meg beültünk az új tévénk elé. Akár még felhívás is lehet egy keringőre, úgyhogy mindenféleképpen érdemes rá odafigyelni, és a gyerekeknek a figyelmét föl kell hívni. Mi az év során, amikor ilyen típusú prevenciós tevékenységet végzünk, akkor azért erre mindig fölhívjuk a figyelmet, de én emlékszem rá, hogy amikor gyerek voltam, akkor nem biztos, hogy mindent megegyeztem elsőre. Úgyhogy lehet, hogy érdemes a szülőknek is erre egy kis energiát fordítani, és fölhívni a gyerekek figyelmét, hogy csak azt kell megosztani, amit feltétlenül fontos, és csak azzal, akivel igazán fontos. Akkor egy kicsit beszéljünk most a közlekedésről még. Hát ugye egyrészt beköszöntött a hidegebb idő, tehát nyilván változtak az útviszonyok is, illetve hát ilyenkor karácsony előtt aztán talán főleg igaz az, hogy kicsit türelmetlenebbül, izgatottabban, feszültebben vezetünk. Mire kell figyelni, megszaporodnak-e ilyenkor esetleg a balesetek? Ahogy az időjárás változik, ez mindig fokozott veszélyeket jelent. Már az elmúlt hetekben is észleltük azt, hogy ugye nagyon hamar sötét van. Igen. Emellett szakadt az eső, hogyha elindultunk az autóval, hogyha annak egy picit nem olyan a szellőzési rendszere, nem úgy lett kialakítva a gyárba, akkor az lepárásodik. Akkor már nem látunk ki belőle. Ezzel együtt még rá az esőcseppek megjelennek a szélvédőn, amit hogyha nem törlünk rendszeresen, akkor az szétcsapja a fényt, akkor az megint nagyon rossz. Lehet, hogy nem készültünk fel erre az őszi időszakra, nem cseréltünk ablaktörlő lapátot, akkor, hogyha netán törlünk egyet, akkor egy hétig nem látunk semmit, mert az szétked mindenféle trutymót a szélvédőn, amivel utána megint nem tudunk megvívni. Sőt, lehet, hogy még csak szélvédőmosó folyadékot sem tettünk be, mert hát, hogyha már saras az útkét érdeke, hát majd megoldjuk, hogy kidugjuk a fejünket az oldalablakon. Úgyhogy nagyon sok olyan apróság van egyébként, amivel meg tudjuk könnyíteni a saját életünket. Meg kell tapasztalni a saját autónkat, hogyan szellőztetjük, legyen benne ablakmosó folyadék, találjuk meg, hogy kell beállítani a különböző ilyen lélegző eszközöket a járműben, hogy ne párásodjunk le. És hát ami a legfontosabb, tehát ilyenkor célszerű egy ilyen kis 5x5-ös fakockát betolni a gázpedál alá, hogy ne lehessen túlságosan lenyomni. A sebesség mérséklése elengedhetetlen. Az út szélén vannak felelőtlen, vagy lehetnek felelőtlen kerékpárosok, gyalogosok. Mennek haza a trendi fekete kabátjukba. Nem látjuk őket. Vannak olyan szakaszok, ahol nincsen járda. Nem is tudnak máshol menni. Mi osztogatjuk ezeket a láthatósági mellényeket, meg ezeket a tekerentjüket a karjukra, meg ide-oda-amoda, de hát mindenkihez mi sem jutunk el. Akit meglátunk, hogy így csatangó kerékpárosként, vagy gyalogosként, arra még lehet, hogy rá is tekerünk egyet ott a nagy éjszakába, hogy nehogy valami baja legyen, de ez előfordulhat. Nem tudjuk más, hogy ezeket az embereket ilyen rossz látási viszonyok között kiszűrni, csak akkor, hogyha lassítunk, és hogyha lassabban közlekedünk. Mellesleg az autósokat is sok minden megviccelheti, mert az ilyen útviszonyokban nem látszik az, hogy hol van luk az úton, kátyú, amit célszerű lett volna kikerülni, hol nagyon rossz az út széle, ahol szintén belehajthatunk valamibe, és ez egy abszolút baleset, belemegyek, püff, odavág egyet az autónak, úristen, rántak egyet a kormányon, és már is egy ilyen teljesen barátságos találkozót tartok a szembejövővel. Nincs más módja ennek, csak az, hogyha mérsékeljük a sebességet, és most már ez a latyak, ami az úton van, az jó eséllyel el is kezd ráfagyni. Ma reggel én Gödön, amikor kimentem az autóhoz, akkor egy ilyen barátságos kis jég bevonattal találkoztam rajta, a szélvédőn, hátsó szélvédőn, a kocsi tetején. Erre föl kell készülnünk, ezzel valamit kezdenünk kell, és mindig, amikor megjön az első igazán csúszós időszak, akkor újra meg kell tanulni vezetni télen. Nincs más módja, elszokunk tőle egyszerűen. Kicsit, ha olyan lehetőségünk van, ha olyan terepen járunk, fel kell mérni a járművünknek, meg saját magunknak a korlátait. Meg kell érezni, hogy hol van az a határ, ahol egy autó megcsúszik. És ha látjuk, hogy itt az a határ, akkor attól jóval beljebb kell autóznunk, mert akkor tudjuk saját magunkat megvédeni. De ezt aztán befolyásolhatja egy téli gumicsere,
Meg hát mi is, mert bár ön nem, de én észrevettem, hogy évről évre öregszem, és máshogy reagálok én is ezekre a dolgokra, nem tudok olyan, nem olyan gyors a reflex. Ezekre oda kell mindenféleképpen figyelni, és erre föl kell készülni. A téli időszakban mindig újra és újra meg kell tanulni autózni, aztán majd nyáron megint lehet boldogkodni. És hát ugye, igen, közeledik a karácsony, és nagyon sokat tennivalónk, de azért ne ez legyen az elsődleges, tehát azért a türelmünk próbáljuk megőrizni valamennyire, és egy kicsit odafigyelni jobban a közlekedésbe, bármennyire is rohanunk szerintem. Igen, bár éppen most jöttem rá, hogy ilyenkor decemberben az ember már hivatalból fáradt, tehát így nézegetjük a naptárat, úristen, megint egy évet végig dolgoztunk, akkor muszáj fáradtnak lenni, és akkor ilyenkor már hivatalból is fáradtak vagyunk, mellé jön a rohangálás, a bevásárlás izgalma. Úristen, mi legyen, ugye akinek kisebb gyermeke van, az megéli azt, amit mi is, hogy egyébként majd el kell magyarázni a Jézuskának, hogy mit szeretnél, ki mit szeretne, és egyébként természetesen jön a nagymama, hogy figyelj, nem akarok hülyeséget, akkor majd ti majd megoldjátok, és akkor a szülők meg tele vannak. Igen. Szóval tényleg sok baj van, meg sok feszültség van, de azért mégiscsak jó lenne úgy leülni a karácsonyfa alá, hogy nem lettünk bűncselekmény áldozatai, nem történt baleset velünk, meg semmiféle egyebek. Úgyis van egy csomó dolog, ami néha elfelfűsíti az egünket, úgyhogy legalább ezektől próbáljunk meg megmenekülni. És még azért egy picit térjünk át a szilveszterre. Ugye hát ez is egy nagyon fontos kérdés, téma, mert hát azért rendszeresen történnek sajnos hát balesetek, bűncselekmények, ugye ilyenkor azért kicsit mindenki jobban elengedi már magát a nagy éves és karácsonyi hajtás után is. Itt mik a leggyakrabban előforduló problémák, mik azok, amikre oda kell szilveszter éjjelén is azért próbáljunk meg legalábbis odafigyelni. Hát szilveszterkor is szoktak ittasan vezetni. Ami egyébként adott esetben a karácsonyi bolyongásba is belefér, néha, sajnos. És ez még mindig egy nagyon veszélyes pont. Egy nagyon komoly baleseti ok az alkohol, ugyanúgy, mint hogy az öregedés itt is a reflexekre hat ki leginkább. És azon is el kell gondolkodni egyébként, hogyha én még úgy döntök, hogy szerintem nincsen semmi bajom és haza tudok vezetni, még az is lehet egyébként, hogy ténylegesen nem befolyásol engem az az alkohol, ami mondjuk a szervezetemben van, de egy kellemetlen, szerencsétlen szituációba belefutva mégiscsak belekeveredek egy balesetbe, akkor az mindenféleképpen mérlegelési ok lesz majd, hogy egyébként meg volt alkohol a szervezetében, és akkor el lehet veszíteni adott esetben állást, meg lehetőséget, meg mindenféle egyebeket. Én úgy gondolom, hogy a mai kor rengeteg lehetőséget kínál. Karácsonykor, meg szilveszterkor az emberek nagyon sok pénzt elköltenek. Ehhez a pénzhez egy nagyon picit hozzá kell tenni, és hogyha tudom, hogy olyan rendezvényre megyek, akkor vagy vitessem el magam, vagy menjek el autóval, és hozassam magam haza egy sofőrszolgálattal, mert az a befektetés, az egy rossz kimenetelű forgatókönyvben ezerszeresen meg tud térülni, ezt garantálom bárkinek. Ez az egyik oldala. A másik pedig, igen, azért van, aki hát nem is tudom, tehát elveszíti a mércét, és a mérce elveszítése során azért egy-egy ilyen garázdaságban, ilyen közterületi dolgokba szoktunk leginkább belefutni szilveszter idején, tehát amikor mennek, és akkor olyan bátrak, hogy akár egy kukával is elbírnak, vagy ne adj Isten, nem, még mondjuk egy köztéri paddal is, és hát ugye ezek a hétköznapi hősök azért ilyenkor okozhatnak gondot és problémát, nekünk is, önmaguknak is, meg másnap azoknak is, akik ott szeretnének mondjuk csak egy kicsit kulturáltan sétálni, kipihenve ezt az egészet. És ami nagy veszélyforrás, azok a pirotechnikai eszközök, leánykori nevükön a tűzi játékok, amik ilyenkor mindig megjelennek, ugye 28-ától lehet ezeket vásárolni, 31-én pedig 18 órától lehet felhasználni, egészen másnap reggel 6 óráig. Azért egy-egy kóza tűzi játékkal találkozunk, szerintem más te hat előtt is, ilyen előfordul. Igen. De talán lehet, hogy ez még nem a világ vége. Ami viszont sokkal fontosabb, hogy vannak hivatalos értékesítési pontok. A hivatalos értékesítési pontokon olyan eszközöket értékesítenek, amik be vannak vizsgálva. Megfelelő üzemeltetés mellett biztonságosak. A csomagtartó termékekről mindez nem mondható el. Lehet, hogy van árkülönbözet, de én úgy gondolom, hogy egy felnőtt ember valószínűleg nem megy el egy olyan helyre élelmiszert vásárolni, ahol csupa lejárt szavatosságú termék van. Érdekes módon megenni nem esszük meg a lejárt szavatosságú terméket, de képesek lennénk egy ellenőrizetlen robbanó eszközzel bohóckodni szilveszterkor, úgyhogy erre mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy nagyon-nagyon veszedelmes tud lenni. És az is veszedelmes dolog, hogyha mondjuk
megengedőek vagyunk nagyon, és egyébként is annyira szeretné a gyerek, és azt mondjuk, hogy majd ők üzemeltetik ezeket az eszközöket. Nem véletlen van az, hogy felnőtt az, aki üzemeltetheti ilyen típusú pirotechnikai eszközöket, ezeket a kis bombetotelepeket, ezeket a rakétákat, mindenféle egyebeket. Veszélyes. Komoly égési sérüléseket, testi sérüléseket tud okozni, senki nem szeretne így átmenni egy másik évbe. Fontos, hogy ezek hogy vannak telepítve, hogy vannak rögzítve, milyen irányba indítjuk el őket, a bozóttűz sem hiányzik senkinek, úgyhogy azért ezekre a dolgokra mindenféleképpen oda kell figyelni, és én szeretném kérni, hogy ne kockáztassanak azzal, hogy ellenőrizetlen eszközt vásárolnak, mert lehet, hogy ez a gyújtás pillanatában azonnal felrobban, és akkor megint nem spóroltunk semmit. Inkább legyen kevesebb, de legyen minőségébb, az élmény is biztosan más lesz. És ami meg nem fogy el, ugye azt meg ötödikéig vissza lehet származtatni ezekre a értékesítési helyekre. A petárdákkal mi a helyzet most jelenleg? Én megmondom őszintén, hogy én nagyon félek tőle. Tehát Mindenki fél tőle, nem is szabad használni őket. Nem is szabad használni őket. A petárda az egy különösen veszedelmes történet. A petárdák azért azok visznek újakat. Tehát azért ezek nem csak városi legendák, hogy valakinek eldurrant a kezében egy petárda, és akkor azt mondjuk egy ilyen kis újjal hálálta meg. Nem szabad. Nagyon veszélyesek, nem is lehet őket alkalmazni. Bombetta, kis tűzijátékrakéta, nagy tűzijátékrakéta, most már ilyen egész, ilyen, nem is tudom, ilyen sztálinorgonás figurákat lehet vásárolni, lőnek 20-at, 40-et, 50-et, tényleg ilyen kisebb fajta családi rendezvényen már olyan komoly kis tűzijátékokkal lehet találkozni. Ezeket kell megvenni. Ugyanolyan jó élményt ad. A petárda, az csattar egy nagyot, jól megijedhetnek tőle, a háziállatok megőrülnek. Ja, egyébként ez még lehet, hogy egy fontos dolog, erről még azért érdemes beszélni, hogy szilveszterkor a házi kedvenceinket amennyire lehet próbáljuk meg izolálni, mert szegények biztos, hogy teljesen ki lesznek idegileg, tehát hogyha őket nem a karácsonyi felkészülés, akkor ez a szilveszter éjszaka biztos, hogy teljesen tacsra fogja vágni. Nagyon sok jószág ilyenkor megszökik, eltűnik. Lehet, hogy előbb-utóbb hazatalálnak, de úgy gondolom, hogy a kisgazdák azért nagyon komoly krokodilkönnyeket ejthetnek utánuk, úgyhogy érdemes erre is odafigyelni, hogy ezek a házi kedvencek, ezek olyan környezetben legyenek, ahol át fogják vészelni ezt a dudaszóval, meg tűzijátéktól hangos időszakot. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és nagyon boldog, kellemes ünnepeket kívánok önnek és munkatársainak is, és nagyon boldog, eredményes új esztendőt is. Nagyon szépen köszönöm, mi is csak hasonlókat tudunk mindenkinek kívánni, és megkérdezték tőlem, hogy mi lenne az, amit úgy igazán kívánnék bárkinek, és én azt mondtam, hogy én olyasmit szeretnék kívánni, hogy csak akkor találkozzanak rendőrrel, hogyha ilyen kellemes, ilyen megelőzési beszélgetés van, vagy valami közös program is, ne legyen semmi olyan, ami mondjuk baleset, bűncselekmény. Hát így legyen. Köszönöm. Köszönjük szépen önöknek is a figyelmet, a viszontlátásra.